Fedezd fel a mi világunkat! A Nyíregyházi Állatpark izgalmas mindennapjai. Zoo TV. A jegesmedve a ragadozó emlősök egyik legnagyobb testű képviselője. Szinte egész életében vándorúton van táplálék után kutatva. Ez a hatalmas, lomhának tűnő állat nagy ügyességgel halászik, vadászatkor kitartóan üldözi zsákmányát. Testfelépítése tökéletesen alkalmazkodott a hófötte tundrán való élethez. A hőszigetelésben vastag bundája és bőr alatti zsírrétege segíti, ami nem csak mechanikai védelmet, de tartaléktápanyagforrást is jelent számára a zsákmányban szűkös időszakban. A világon élő 8 medvefaj közül egyedülálló módon talpszőrzettel rendelkezik, mely a hőszigetelésen kívül egyfajta csúszásgátlóként is szolgál. Így biztonságos a mozgása a jégen is. Többségük egész életét a sarkvidék befagyott vizein, a zajló jégmezőkön tölti. Erre utal latin nevük is, Ursus maritimus, azaz tengeri medve. Az északi sarkkörvidékén az állandó fagy és jégbirodalmában érzi magát otthon, ahol a térség valóságos embléma állatává vált. A magányos életmódot folytató állat a természetben kizárólag húson él, ami nem meglepő, hisz a zord északi sarki jégmezői nem igazán bővelkednek növényekben. Igazi kalandor, kitűnően úszik és búvárkodik. Nyitott szemmel és zárt orjukakkal merül a víz alá, s akár 2 percig is kibírja levegővétel nélkül. A zord sarki körülmények között hosszú, dús és lompos fehér bundája egyfajta szigetelőként viselkedik, fekete bőre révén pedig a legtöbb hőt képes elnyelni. A Nyíregyházi Állatparkban élő jegesmedvék az Európai Fajmegőrzési Program keretében kerültek a parkba, ahol gyakran bemutatják úszótudományukat üvegfalú medencéjükben, a látogatók legnagyobb örömére. Bár sarkköri élőhelyükön fő táplálékuk a fóka, az állatparkban természetesen megváltozott az étrendjük. A hús mellett helyet kaptak a zöldség és gyümölcsfélék. Bár a fajnak nincs természetes ellensége, s remekül alkalmazkodott a zord körülményekhez, egyed száma napról napra csökken. Élőhelyét veszély fenyegeti, a globális felmelegedés miatt az északi sarkjege folyamatosan olvad, így egyre szűkül a természetes élettere, és rohamosan csökken a természetes táplálékbázisa is. Ráadásul mivel csúcsragadozó, a táplálékláncban felhalmozódó szennyező és mérgező anyagok is populációi számának csökkenését eredményezik. Jelenleg 20-25 ezer egyed él belőle a világon. Így az IUCN, a Természetvédelmi Világszövetség a sebezhető kategóriába sorolta. A sarkvidék vándorainak száma napról napra csökken. Elsősorban a klímaváltozás miatt, ezért is nagyon fontos, hogy ne csak ma, hanem minden nap észben tartsuk környezetünk megóvásának fontosságát.